A Sikerszféra együttműködő partnere a Mercedes-Benz Hovány. Partnerünk a Powerfruit italok forgalmazója, az Airwater Kft. Mi lenne, ha megtudná a titkát? Van egyáltalán receptje? A siker az, amit én annak érzek. Sikeres pedig az, aki este lefekszik és reggel felkel. De a siker az nem elég idézeteket olvasni. Hisz a világ a példáktól fog változni, nem a véleményektől. Ha valami végképp szubjektív és nézőpont kérdése, akkor az a siker. Én nem érzem magam egyáltalán egy rendkívül módon sikeres embernek. De azt is tudom, hogy egy-egy ilyen sötétebb napon, hogyha arra gondolok, 75-ös születéssel a régi, azóta nem létező Jugoszláviának egy Ada nevű kisvárosából elindulva, és most Pesten vagyok színész, végtevégén ezt lehet sikernek kezelni. És azt csinálom, amit a legjobban szeretek, és még ha rosszul is, de ezért fizetnek. Szóval igen, innen nézve igen, de pillanatok alatt át tudom váltani a nézőpontot, ahonnan az életem egy csőttömegnek nézi ki. Kamera, vízi lámpa kikapcsol. Én meg úgy csinál, mintha értene valamihez. Úgy csinál, mintha, tudod, ilyen izé. Az a valami. Megtaláltad a... Szín kellett ide a feketébe. Úgy hívjuk, hogy nem van senkinek. Hát... Ő a Nylon Nazgul. Az egyik előadásunknak a díszlete, természetesen tulajdonképpen minden valahol díszlet. Igen. És ott szokott hátul lógni, és hogyha úgy formáját tekintve rendesen van fellógat, akkor tényleg úgy néz minden ilyen ott Nazgul. Igen, és jól mutat a képben, mi csak azért nem figyelj. Figyelj, reflektál, piros. Így, látod? Minden ez. Tud. Én meg itt kitaláltam ezt a történetet, hogy ide ülünk, akkor... Nagyszerű. És ezek is így itt maradhatnak egy... Az annyira, na, az obis, az nem annyira. Az obis, az obis. De nem mertünk hozzányúlni, gondoltuk, majd megoldja a tulajdonosa. Ez ennyi. Akkor megteszed, hogy eldobod, így nem. Na. Mi kell még? Nem tudom, ha fölkerült a bigyó, és hát akkor tört, figyelj, nem kell semmi. Szerintem itt ott még itt tudsz lenni? Boros vagyok. Igen, szerintem megérkeztem nagy nehezen. Aha, de szerintem van ilyen, hogy megérkezel egyébként? Persze, hogy. Mert hogy azt láttam, hogy így valószínűleg reggel óta rohansz, nem? Hát tulajdonképpen igen. Milyen a természeted? Alapvetően, tehát szerintem egy türelmes természet vagyok. Vagy úgy érzem, hogy elég messze vannak a határaim, jól ki vannak tolva, ellenben tudok robbanni. Uh-huh. Tudok robbanni, akkor kedves kollégáim úgy szokták nyilvánkozni, hogy akkor blahalúzáskodok egy netto hiszti vagy valami. Uh-huh. Ellenben nagyon rossz tulajdonságom, hogy ezt a lehető legrosszabbkor csinálom. Figyelj, meg nagyon sok mindent megszökik az ember, annyi változás azért talán van, vagy én is azt mondtam, amikor az egyik kolléganőnek, hogy nagyon mediterrán lettem, és úgy elkezdtem kiharcolni, vagy úgy megtalálni a napba a délutáni siesztát. És nagyon pikírt a nevámra út, és azért nem mediterrán lettem, hanem megöregett. Kicsit megmart. Van olyan tulajdonságod szerinted, ami a sikerhez vezető úton így nagyon nagyot lökött rajtad? Hát tényleg... beszélni vissza, kinek anyarodni, hogy mi a siker, kinek az. Arról is beszélünk. Nagyon sok. Az egész műsor erről szól, úgyhogy igen. Folyamatosan ezzel foglak majd traktálni. Jó lesz, mert lehet, hogy a végére én is megtudom, hogy mi az, mert fogalmam. Inkább azt mondom, hogy van egy, tehát vannak olyan tulajdonságaim, amik ezen a pályán jól jönnek, ha vannak. Szerintem az alkalmazkodó képességem jó. Tehát nagyon sokat tudni kell alkalmazkodni, ellenben, és azért mégsem elmárt, hogyha az ember megőrzi ebbe valahol az önazonosságát. Magad. És hogy ebbe van egy ilyen, ebbe szokott elrecsenni az ember. Tudod, most előjön a gépész, én nem tudom, van a fáradásos törés. Mert hogy gépész vagy. Mert van egy gépész technikum. Így. Uh-huh. Tehát, hogyha mondjuk egy vascsövet egy ilyen hajlító terhelés ír folyamatosan, és akkor ezt csinálja, és egyszer csak úgy a semmiből eldurran. Mi volt az életedben? Amikor te megrecsöntél. Így.
Hú, hát az apai nagyapám halálakor vagyok, 75-83 talán. Először találkozok halállal, illetve lehet inkább először találkozok így direktben a halállal, illetve azzal, hogy édesapám, aki akkor ennek megfelelően 40 pár, fiatalabb talán, akkor mint én most, ez is értetetlen. De mindig először látom apámat sírni. Vagy átköltözni Magyarországra, és az azt mondja az ember, hogy na jó, akkor és az is egy éjszakás döntés szinte. Az inkább recsenés lehet, hogyha átköltözel, és azt mondod, hogy úristen, ezt elrontottam. Igen, lehet, hogy utána van a recsenés. Volt ilyen? Még nem bántam meg. Még nem? Nem. Most jubiláltam nemrég, augusztus 10, így valahogy volt, 15 éve vagyok Magyarországon. És még nem bántad meg? Még nem. Azért elgondolkodsz rajta, már értem, már hajlik az a lét, vagy az a cső. Nagypál Gábor színész, rendező, szinkron színész. A Vajdaságban született, itt járt a Művészeti Akadémia magyar nyelvű színész szakára. 15 éves volt, amikor a délszláv háború elkezdődött. Volt katona is, majd Budapestre a Bárka Színházba szerződött. 2008-tól a Stúdió K Színház tagja. Elvileg fölélet. Én szerintem azt jelenti, hogy veszik. Jó, akkor most már csak az enyém van, ugye? Akkor én... Na. Bár kicsit néha azt érzem, hogy ilyen izék vagyunk. Ilyen megkelekek. Na, persze, te ez így... Na, jó, tetszem magadnak? Ja, nézd, ezen túl vagyok már. Igen? De, igen, ez hozott anyagból főzünk. Meddig érünk rá? Meddig van időd? 5:30 jó lenne visszajönni, akkor elkezdenénk egy... De reggel óta itt vagy, ugye? Tehát reggel egy gyerekelőadás, és előtte egy gyors felújítása ugyanannak a gyerekelőadásnak, azt, hogy 9-re... De előző este bepakoltuk a díszletet, akkor ma reggel 9-re jöttünk, akkor egy óra alatt átszaladtunk az előadáson, hogy befrissítettük. Mondjuk 203. volt, tehát hogy azért már kézben van. és akkor 11-től lejátszottuk, akkor letakarítottuk a díszletet, ahogy van, bekészítettük az esti díszletet, aztán mindenki szétszaladt mindenféle dolgára, és most 17:30 szabad foglalkozás, aztán lejárjuk az esti előadást, 19:30 előadás, úgyhogy... Mi van este? Szakra Hungarika. Na, ahhoz képest egy gyerek előadás és egy gyomorforgató közélet, jó kis repertoár. Figyelj, sok lábon kell állni. Szerintem ugye csak kortárs színházban. Mert hogy nem tud más milyen lenni a színház, csak kortárs. Tehát most készül, és hogyha nem... És aztán végképp nem egy olyan műfaj, amit tudsz a jövőnek csinálni, mert nem... Ez csak a mának lehet. Ez kicsit ilyen mandala a cucc, de attól jó. Szóval mindig csinálja az ember, és abba bízik, hogy majd ez lesz az, ami tényleg átüti a plafont, aztán nem mindig. Te leszel most a kalauzom, én megyek utánad, figyelj, nem vagyok egy ilyen nagy spíler biciklizés, tehát hogy így rád hagyatkozom. Figyeld, ez a városi túlélő túra. Megpróbálom közepes szabálytalankodások árán bekapcsolódni a forgalomba. Azt a nagyon sok ablakos műterem lakást fogom megvásárolni majd egyszer. De jó! Ha nagyon sok pénzed lesz? Hát, ha nagyon, nagyon sok pénzem lesz, meg még egy kicsit, de szerintem... És a vágyálom? Vagy érzed a realitását annak, hogy tényleg összejöjjön annyi pénz, hogy... Ez hogyha hátra levő 60 napba forgatnék egy olyan 4500 napot egy nagy költségvetésű külföldi játékfilmbe, akkor talán neki tudnék csapni egy kisebb kölcsönnel. Szóval nem, no way. Nem egyszerűen megugorhatók innen, vagy ebből az árfekvésből, amiben én létezek és keresek. A 15 éves kocsimat tudtam lecserélni az idén egy 7 éves kocsimra. Gyere utánam, ezt megugorjuk jó tempóba. Itt most szabályoskodunk egyet, jó? Jó. Csak nézem folyamatosan, hogy nehogy ne állítódjon, nehogy ne vegye föl. És próbálok távolságot tartani, mert aztán egy rohadt nagy krumpli lesz a közepén, ami az orrom. De hát... Volt olyan, amiben nem szeretted viszont magad szívesen? Tehát amiben így nagyon-nagyon csalódtál. Visszanézés? Igen. Na, tulajdonképpen mindenben. Nem jó a visszanézést. Másrészt mindig csak a hibát látom benne. Olyan filmekben játszottál tényleg, amelyek tényleg ilyen kassza sikerek voltak Magyarországon, ugye az Aranyélettől kezdve, az Alvilágon át, a Veszettekig, a Tóth Jánosig, akkor ott volt az Inferno, a Borzsák. Tényleg sorolhatnám, szóval, hogy
Én azt gondolnám, hogy egy ilyen kaliberű színésznek nem kell gondolkodni a megélhetésen. Magyarországon most ez a valóság, hogyha nem tudom, hogy külföldi filmekben beszélgettem színész kollégák, ugye mindig témába jön, hogy ki mit, hogy csinál, milyen rendszerben működik, és akkor úgy körülbelül vázoltam, hogy mivel foglalkozok és milyen mennyiségben, akkor meg voltak győződve róla, tehát hogy a Margit sziget nyilván az én nevemen van, tehát hogy ebben már felvásároltam félvárost, hogy a Váci utca mindkét oldalát, de aztán amikor kiderül, hogy ez nem így van, akkor egy kicsit meg vannak lepődve, szóval hát Nem lenne elegáns, ha azt mondanám, hogy zsíros kenyérpartit kell tartanom egész hónapban, mert éhen akarok halni, de egyáltalán nem, nincs egy biztos egzisztenciám ilyen idős koromra, és mondjuk azért ez valahogy fájlalom, de egész biztos, hogy ebben én is benne vagyok. Hát hoztam én döntéseket, amik miatt így alakult az életem, nem rajtam kívül történt meg ez az élet, de ez a része, vagy ez a szféra, amiben én létezek és otthon érzem magam, ez egy ennyire fizetett dolog. Ebből ki lehet lépni, de akkor valami más kell csinálni, azt meg nem szeretném. A siker szerinted mennyire függ össze a pénzzel? Az én szakmámban se feltétlenül a pénz a sikerességnek a fokmérője, még hogyha valamelyest meg is tud benne jelenni. Visszaadhatom a telefonomat? Persze. Te vagy. Csak azért, hogyha már megálltunk. Én tényleg rohadt szomjas voltam, és tényleg jó esett. Jó esett? Jó. Te nem szoktál elfelejteni inni? Uh-huh. Általában mindig is este jövök rá, hogy atya úristen. Igen. Mit várok magamtól? Na menjünk valamerre. És mi nem akasztod ide? Ez ezért van? Hát az is jó. Igazából baj nem lesz. Na. Figyelj, mint a nagyok, nem? Igen. Jó, de ezeket a normál körülményeket te már ez így megszoktad, nem? Már abból hát, az embolda nem feltétlenül az, hogy itt kell kávét főznödnek, tehát a forgatás tünetében vagyunk. És nem lett meg. Nem, semmi nem lett meg? Figyelj, ettől egyel nagyobb ilyen kemping, az ekkora. Igen. A Újvidéken egyetemista koromban, vagy utána 99-ben bombázások alatt ilyen a szoba közepén főztük a spagettit. Mert hogy ugye se villany, se víz, se áram, szóval semmi nincs, de ellenben édesapám megtöltötte a kis kempingázt nekem otthon, azt én levittem Újvidékre, betettem a szoba közepére, és akkor abban megfőztük a tésztát, te megcsináltad hozzá kis bolonyait, aztán ráborította az íze, és szóval a kempingázon meg lehet főzni a bolonyait. Igen. Illetve másfél liter vízzel le lehet zuhanyozni. A bombázások ide az ugye március 99. március 24-től 72 nap, vagy 74, nem is tudom. Hát nem, az rendszeres volt, hogy nem vagy víz, vagy áram, vagy egyik sem nincs. Meg a légriadó éjszaka, bombázás, napközben bombázás, vagy valami. És akkor ugye hát mit csinálsz? Hát amikor van víz, akkor az összes létező edényedet megtöltöd vízzel, és akkor azokat állnak a fürdőszobában. Minden, mert amikor nem lesz, akkor majd kell. Közben elkezdem csinálni. Te az vagy úton, találkozni meg. Szóval, hogy az érdekelt engem, hogy tudod, hogy beszélsz róla, olyan fura, hogy olyan természetességgel és lazassággal beszélsz a bombázásról. Nem is az, hogy természetes, mert nyilván az egy bombázás ez nem tud természetes lenni, de káprázatosan gyorsan beleszokik az ember a rosszba is. Tehát figyelj, ezt most nem úgy kell elképzelni azt a bombázást, mint mondjuk, ami most Szíriában zajlik, ne adj Isten, vagy valami. Tehát hogy nem az van, hogy a földdel tettek egyelőre egy város, csak úgy naponta célirányosan megbombáztak egyébként. Beletettem a vizet, ugye? Jó. Az úgy alapvetően nem természetszerű, hogy az embert bombázzák, szerintem. Hát találtam itt neked, na? Az ez már valami. Jó, figyel. Te hoztál ide, tény is. Jó van, na, de hát nem tudhattad. Lakos hát Lajos Budapest, ő csinálta, látod? Nem tudhattam, hogy ilyen konyhát retyintesz ide nekem. Ez sokat forgatsz ilyen helyszíneken, vagy ilyen helyeken? Mert pont mondtad, hogy nem tudsz felvinni minket az arisztokrata palotádba, de hogy egyébként... Nem, hát igen, mert olyan helyre nem járok, de ilyen olyan lyukokat ismerek a városban. A filmezésben hogyan csöppentél bele? Úgy csöppentem bele a filmbe, hogy
A ragály elemért csinálta Nincs kegyelmet, és tulajdonképpen már mindene megvolt a főszereplő kivételével, és az pánikszerűen kereste. És akkor megkerestek, rendes casting, sőt próbafölvételek, meg egyebek, és akkor kiválasztott az elemér, és nekem előtte volt egy-két kisebb filmes munkám, de az volt az első igazán komoly munka, és hát imádtam, tulajdonképpen ott szerettem meg a filmezést, én nagyon-nagyon szeretek forgatni. A színházból kirándulni a filmbe, az rettenetesen izgalmas, nagyon másképp minden közel, kamera közel, mindent lát, ez nincs hazugság, lebukás van. Nincs, a kamera egy iszonyatosan undorító dolog. És most ez a legnagyobb dicséret, amit elmondhattam erre a szerszámra. De hát ugye mindent lát, és beléd mászik. Szerinted miért van az, hogy az volt az eddig az egyedüli főszerepet, a Nincs kegyelem? Azt nem tudom. Mellékszereplőként rengeteg filmben látunk téged. Velem bármit csinálsz, én filmen vagy cigány leszek, vagy olasz, vagy török, vagy arab, vagy... Tehát, hogy ezt jelentem. És ezt tudom, ezzel nekem semmiféle bajom nincs. Arról csinálja? Nem. Rohadtul nem. De lassú. Az jó egyébként, mert akkor erős lesz. Igen? Tehát, hogyha én egy magyar filmnek én vagyok a főszereplője, szerintem felvetődik a kérdés, hogy mit akarunk ezzel mondani, hogy roma a főszereplő. Érted? Ezt fogom jelenteni. Ja, de egyébként roma szerepeket játszol, de nem vagy cigány származású. Nem, hát akkor... nem. Hát de így nézek ki. És mindenkinek elmagyarázni a filmen. Egyébként én tiszteletbeli cigány vagyok, tiszteletbeli zsidó vagyok, és tiszteletbeli török is, és arab is, minden. De ezek a csoportok, én már különböző helyzetekben mind nagyon kedvesen fölvállaltak, és nagyon boldogan vagyok tagja minden ezen közösségben. Lehet nagyon vicces, de lehet, hogy... ennek van egy másik oldala is. Tehát, hogyha azt látom, hogy Magyarországon a minap éppen egy nigériai srácot leköptek a nyílt utcán. Ja, igen. Szóval akkor lehet ennek egy ilyen árnyoldal is, hogy így akkor felét sem úgy visszanyúlnak feltétlenül, mint ahogy normális lenne. Lehet. Éppen a külsőd miatt, amiből egyébként a pénzet keresed. Amiből egyébként profitálsz. Szóval, hogy így úristen, akkor ez milyen? Hát egy pici tudathasadás akár lehetne, és benne nem ez az ország tudathasadása? Hát akár. Én itt csápolhatok, hogy remekül játszom magas építészt, komolyan majd figyelne. Rámadsz egy zakót, meg egy nyakkendőt, fehér ingel vagy valami, és akkor azt nézed, hogy na, nézd, majd ahogy kipipantottam. Szóval... Mint az Argo 2-ben. Jó, de ott már... Igen. De nekem tökre tetszettél például az A világban jó fiúként, hiszen ott a zsarut játszottad, jön a kávénk. Szuper jó. Szóval ott a rendőrt játszottad, ott jó fiút játszottál, és én örültem, hogy ebbe beleálltak. Tehát, hogy egyébként akkor ezzel a pizimiskával egy jó fiút is lehet. Persze. Én nagyon örültem neki. Mondtam, és akkor a Károlynak, az Újmészáros Károlynak, amikor volt a castinghez, tudti, hogy rá gondoltál? Mondom, hogy az Excel szerepek, nem csúszott el az ujjad, vagy valami, tehát hogy biztos, hogy... hogy nem a rossz fiókra, ne, neki pont ez a íz, és nekem nagyon tetszett, hogy neki ez egyáltalán eszébe jutott, hogy nem, pont, hogy legyen az, hogy mi van, ha... Na, ez ízé, kuka? Hát, igen. Mi a bajod? Ki akartam menteni? Hát kijöntöttem. Szóval, hogy külföldi filmeken? Külföldi filmeknél eddig biztos. Igen. Akartam mondani, hogy... Bocsánatot kérek. Mennyit? Csak hogy nehogy idészakázol, vagy hogy? Ne, hát az tisztességes, még egy nagyon picit. Szóval szóljál. Picit. Jó lesz, köszönöm szépen. Oké, okay. És figyelj, ez tej. Az vény. Nagyon jó. Egészség. Csapassuk minden, kávéba úgyis csak azért teszek, azért, hogy úgy kicsit elvegyek. Ja, és édesített hoztam el, hogy... Nem. De várjál, van cukrom is. Nem, én nem kérek bele semmit. Tisztán? Biztos. Nem. Jó. Hogyha édesen iszod, akkor vigyál üdítőt. Szóval most ezt mennyire disznó voltam. Igen, jó picit, semmi baj. Mehet? Nem, hogy told, igen. Vagy ha te majd ízzel, és akkor... Majd még tolok bele kávét. Jó, köszönöm. Jó. Na, léci, csukodj le. Kislány. Lelke van. Édeském, csukodj le anyának. Ahó. És nem megy. Dehogy. Édesem, jól van. Jól van, drágám. Így működik. Ki kell rántani az egyik hidraulikus teleszkópot, majd lecsukódik saját magától, csak figyelj. Na, hova megyünk most te?
Most Mordorba. Jézus Márisa. A kőbányai pince. Szerintem a város, az ország egyik csodája, és nagyon kevesen tudják, fantasztikus hely, pusztító. Te mész előre? Igen. Egyem a szíved. Ott vigyázz, az hosszú lesz. Ott ég a villany végig, ugye? Jó. Mentek előre? Régi barátok Bernhard és jó szomszéd. Kőbányán vagyunk, a kőbányai pince rendszerbe, ami a Pergüntünknek, a Stúdió K Pergünt előadásának az egyik helyszíne. Ugye az, ami bent a színházba kezdődik, aztán buszozunk a nézőkkel ide, akkor itt egy kicsit barangolunk a föld alatt, akkor Dreher Villa, akkor visszabarangolunk, és a Bakácstéri templomba van vége. Szóval egy ilyen 5 órás road movie. Nálatok a stúdiókában, tényleg itt láttam, hogy mindenki mindent csinál. De mindenki mindent. Tehát ugye nekünk nincs műszakunk, az egy fény- és hangtechnikus ninetten kívül, és amúgy hát mindent, mindenki épít, bont, díszletet fúr, farag, cipel, mos, takarít, van egy ilyen beosztásunk szinte, ki mit csinál, és akkor ilyen... Ezt lehet élvezni, de másfelől viszont azért, jó nem, rohadtul nem, oké. Okay. Nem, annyiban mindenképpen tényleg megvan az a öröme, gyönyöre és személyessége, hogy hozzáteszed, tehát a tiéd, rajtad múlik, nincs kire mutogatni, hogyha nincs ott a kelléket, akkor azért nincs ott, mert te nem készítetted be. És te tényleg megmarad egy fajta személyisége, de hogyha most azt mondanám, hogy amikor itt, amit Tatabányán csináltam a Magbetet, és lementem oda, és a lányok ki volt készítve a zokni, a tisztagatya, mit tudom én, a törölköző, hogy az nem esett volna jó, és ne lubickoltam, mert az rohadt nagy hazugság lenne. Megteremtenek mindent neked, és akkor neked az a dolgod, hogy abba úgy bele ereszkedj. Finoman szóval, büntességet ad őket, Mara, kolléga, nyugodtan maradj, nem zavart minket. És akkor abba, hogy bele tudod ereszteni magad, és akkor tényleg azzal foglalkozol, ami elsősorban a dolgod. Nálunk meg ugye egy előadásnak van egy másfél órás ráfutása, és akkor megcsinálod az előadást, és akkor van egy órás lefutás, és tulajdonképpen az a másfél óra a művészi munka az a pihiben. Húzok persze, de egy ilyen maraton toltok, akkor folyamatosan, nem? Sok energiát belefetszol az ember, mire... Ebben őszintén mire... Jó, csak nem akartam akkor ott a cél azért most. Nem, de ha már, akkor... Jó, de jobban áll, mint... Esküszöm, jobban áll, mint a két fülbevalós 10 éves korodbeli fénykép, tehát azért mostan már jobban mutat. Vannak korszakaink, az internet nem felejt. A stúdiókának ugye a művészeti vezetője voltál, de csak pár évig, mert nekem olyan érzésem volt, amikor olvastam, vagy hallottalak erről beszélni, mint hogyha feladtad volna, és azt mondtad volna, hogy hát talán is több eszközöd ahhoz, hogy ezt jobbá tegyed, vagy megold bizonyos problémákat, de egyébként lehet, hogy a képességed sincs meg hozzá. Nem biztos, de hogy lehet, hogy nincs meg. Igen. Szóval mondod, tulajdonképpen összefoglaltad az összes problémámat ezzel a dologban. Nem ismertem, tudom, csak kérdezd. Jól tetted fel a kérdést, mert tulajdonképpen mindegyik pontját érintetted, ami nekem ezzel bajom volt. Mindig én vagyok a rossz hírhozója. Tudod, hogy ez most nem lesz, ez máskor lesz, ez lesz, csak nem lesz érte pénz, az nem úgy lesz. Tehát, hogy mindig improvizálunk, és mindig meg kell próbálnom megmagyarázni ezekre a számomra mérhetetlenül kedves embereknek, a kollégáknak, barátaimnak, hogy figyeljetek, most az a baj, hogy, most meg az a baj, hogy, és soha nem tudtam egy nyomorult jó hírt vinni, gyerekek, kurva jó, megcsinálta, kis túlzással. És ez azért úgy egyrészt erodálja az embert,
Másrészt meg, ami meg a képességeket illeti, tehát nincs itt mit finomkodni. Én egy nagyon bonyolultan, lassan és körülményesen döntő ember vagyok. Nem örülök neki, de hát ez van, így élek. És ez a munkakör, ez nem feltétlenül szereti ezt. Azt igényli. De ez az életemnek egy szakasza. Volt egy 6 éve, amit nagyon szeretek, és nagyon büszke vagyok rá, hogy például nem zárt be a színház ez a 6 év alatt. Én ezt abszolút sikernek élem meg. Azt éreztem egyéb iránt, hogy neked nem számít a titulus. Tehát, hogy nem számított az sem, és nem érezted többnek, kevesebbnek magad most sem. Inkább jó színész akarsz lenni, mint bármi más. Tulajdonképpen igen. Jó, értjük egymást, pedig még csak pár órája forgatunk, oké? Okay. Igen. Sun up, sun down, I know now. You are the one, I know now. And that, my love, is all. Nem ismered el a saját sikereidet? Nagyon fontos, hogy mihez méred. Uh-huh. Figyeld, a DiCaprio olyan idős, mint én. Beljebb van egy Oscarra, meg egy jelentősen erősebb napi gázsival is, úgy gondolom legalábbis, bár nem láttam még sose szerződését. És piszok jó filmeket csinált életében, természetesen igen. Teljesen mindegy, hogy milyen magyar valamilyen celebet mondanék, és nem tudom, azt kommunikálja magáról, hogy x százezer ember követi az Instagramon, és ő ezt sikernek éri meg, akkor én elbizonytalanodok, hogy én nem látom ebben a sikert, de neki lehet, hogy ez az. És akkor lelke rajta, hajrá, csinálja. Egy rövid szünet és 2 fontos gondolat. Nem győzöm elégszer mondani és kérni, hogy a sikerszféra akkor lesz tartósan a tévében és a neten, hogyha kellő számú feliratkozónk van a YouTube csatornánkon, ugyanis a marketingesek, akik a hirdetőket delegálják, csak erre kattannak, a számokra. Csak azt nézik, hogy kit hányan követnek és lájkolnak, mi pedig csak is hirdetőkből tudjuk összetenni a műsorunk költségvetését. Örülnénk, hogyha a reklámozók bekopogtatnának hozzánk, éppen emiatt kérlek titeket, hogy növeljétek a feliratkozóink és követőink számát az Instán, a Facebookon és a YouTube-on, és osztátok meg a tartalmakat, hogy mindenkihez eljussanak a sikertörténetek. Jön a mozi! Ha megnézni és százalékos arányt kellene mondani, akkor neked ugye 100% maga a siker, de hogy abból neked hány százalék a tehetség, az akarat, a tudás, a szerencse, kapcsolatok? Tudod, de nagyon fura, de a munkát nem mondtad. Szóval, hogy azért nagyon melós dolog. Uh-huh. Abban azért mindenképpen hiszek, hogy befektetett meló nélkül nincs semmi, vagy ami befektetett munka nélkül van, az aztán végképp illékony. Tehát, hogy arra nem lehet alapozni. A munkát és a tévedést azt nem lehet kispórolni. 3000 miles from home, trying to say that I will get there soon. 30 days I walk down this way, singing my madness to the moon. I met a cat on a tree, and it talked to me about things we don't see. I asked it, how do I know which is the right way to go to get me home? De csak hogy azért értünk ide, mert hogy itt láttalak téged így először színházban, és így az élmény maradt meg így belőled. Így zajlott a dalab, és egyszer csak nem tudom, miért nem figyeltem, vagy nem tudom, de itt álltál mellettem, és így éreztem, hogy megszólaltál, és így lihegtél. Én azt hittem, hogy ott összepisillem magam konkrétan. Tehát az az orgánum, és ugye megjel, Jézusom, mondom, mi történt. Tehát, hogy ez az élményem így veled kapcsolatban. De hogy abszolút. De hogy ez egy olyan maradandó élmény, és akkor fogtam fel, hogy milyennek a színháznak a lényege igazán. Amikor azt éreztem, hogy valaki test közel idejön, éreztem minden porcik, a lihegéd is, az izzadság, mindent éreztem. Hogy valószínűleg ennek
Ezért jó itt színésznek lenni. Ez tudja ezt. Ez a 8-10 méter. Ezért vagy szerelmes ebben? Tulajdonképpen igen. Valahol ott olyan 100-120 ember, 120 néző környékén addig érzem jól magam. Ilyenkor a legjobbak az esélyeid, hogy megtörténjen a színház. Az előadásnak a vége az benned van. Uh-huh. Az, amiért az egész megtörténik, az biztos, hogy benned van. Uh-huh. Én bennem már nincs, mert ugye 6 hetet próbáltam, már megutáltam, már megszerettem, már minden, igen, én már túl vagyok. Uh-huh. Én megpróbálom megcsinálni azért, uh-huh. hogy benned megtörténjen. Tehát a legvége az benned van, és én sose tudom, hogy mi a vége. A te sikered az függ tőlem? Hmm. Függ-e? Így igen. Tulajdonképpen függ tőled, hát hiszen, most figyeld, a siker ott lesz, hogy benned lesz. Fölépíted, te mint néző, nekünk a sikert. Tulajdonképpen. Igen, de máshol lehet, hogy tök béna vagyok, és nem érzem azt, amit kellene, mert egyébként zsigerileg, nem tudom én, nem reflektálok a poénjaitokra, de egyébként attól még te sikeres lehetsz, és jól csinálhatod az előadást, csak én vagyok a béna hozzá. Nem, tehát azért nem kellene függél a tőlem. Értelek, a te sikered, hiszen... De közben meg... ez borzasztóan relatív dolog. Ha végignézed a te karrieredet, akkor neked volt valami fórod? Fórom szerintem semmi. Körülbelül 8 éve voltam úgymond a pályán, a diploma után, amikor átjöttem Pestre, és volt egy elképzelésem, hogy hát jó, azért majd most nyilván egy-kettővel visszalépünk, mert hogy valahogy ezért biztos, hogy nem úgy mén az, hogy akkor rögtön. De nem vagy kettővel, nem, hanem a nulla. Annyival nem nulla, hogy volt egy szerződésem, de tényleg, tehát volt egy szerződésem az akkor még létező Bárka Színházban, de tényleg, előre kell kezdeni az egészet. Fogalma nincs senkinek, 10-12 elvetemült színházi ember esetleg tudott rólam valamilyen szintet, de amúgy semmi, a kutya nem tud róla semmit, és az ebben a szakmában nem hátrány, ha ismerik az ember. És akkor elkezdem az egészet. Maradj itt, folyt köv, menjünk egy kicsit, ugye? Gondolom. Nem, hát nekem szájmenésem van mindig. Én helybeszéd ugatom, de majd vágtok. Don't hide the tears, cause I know you're breaking. All this love and all this pain you've given. Életednek hány százalékát töltöd itt? Szerintem... Csak utánad, mert te vagy otthon. Jaj, köszi. Hát, több mint felét. Biztos. Te nem terhes? Hát tudna az lenni. Persze, hogy... És akkor mit csinálsz? Előbb az ember hazamegy, vagy elmegy valahova, és akkor valahogy kifújja magát. Mert persze, hogy egy idő után tud terhes lenni, és tud az lenni, hogy már unod az egyetárgyon. Ez is mindig itt van. De egyébként ez itt szokott lenni, csak bejjebb ennyivel. És hogyha a helyi élet van, akkor nem mész neki. De hát ezek ilyenek. Tehát tényleg egy idő után van nagyon az érzés az ember, hogy már úgy minden szöget ismer, meg ez az egész folyamatos romhalmaz, amiben élünk, de közben semmit nem szabad kidobni, mert minden valami, vagy játszik valamiben, vagy játszott, vagy majd játszhat, vagy kell, vagy kacat. Volt adomány is a színháznak, egyébként gyűjtést szerveztetek, hogy életben nem. tudjatok maradni. Igen. Szóval azért ez itt nem egyszerű nem. most, ugye? Nem, ez nem fáradtál még bele ebbe az állandó küzdésbe, az életben maradás küzdésébe? De tulajdonképpen igen, de persze, hogy ez is erodálja az ember, de majdhogy nem azt mondom, hogy tehát beszélni talán már még jobban utálok róla. Úgy értem, hogy nem tudok, nem tudok újat mondani. És szinte hallom, hogy ismétlem magam meg minden, és kicsit ettől elmegy az ember kedve. Tehát, hogy változtatni nem tudsz a helyzetben. Nem jó, tudok. És ez nem őrít meg azért? Tehát, hogy engem sokszor az igazságérzetem, tudod, így a halálba kerget. Persze, hogy megőrít valahol, mert megőrít, de azért azért mindig meg tud, hogy mondjam, megvan az a más fél óra, vagy két óra, vagy valami, amikor az ember ide bejön, ez egy laboratóriumi körülmény, uh-huh. és akkor biztos, hogy békén hagynak. Azt csinálod, amit akar. Jó, hogy szabadon garázdálkodhatsz, addig, ameddig igazából van. Ameddig lehet. Egy lehet, kettő van rá pénz. Igen.
És ettől azért meg tud őrülni az ember, de figyeld, olyan mennyiségű, vagy nem mennyiség a jó szó ebben a pillanatban, de vagy hogy olyan mértékű szemléletbeli változásra lenne szükséged, és most nem csak a politikai erőkről beszélek, és a politikai akaratokról, nem egyáltalán motivációkról, szándékokról, mindegy. Tehát, hogy olyan mennyiségű szellemi munkát kéne elvégezni ebbe az országban, még nagyon sok mindenkinek, hogy néha tényleg, mint a zsebkendővel kéne elhordani a Gellért hegyet. Mi lenne az első? De azonnal az oktatást rendbe rakni, de el kell kezdeni. Nem lehet alapattitűd az, hogy az ember a szocializálódásának az első harmadát azzal tölti el, hogy utálja azt az intézményt, amiben jár, mert megutáltatják vele, mert teljesen téves irányba van összerakva egy oktatás, és az oktatástól fog függeni minden. De tényleg, hát ott kezded el csinálni az embert. Az apátia az természetesen pusztít, ezt még magamon is érzem, tehát teljesen elveszett már belőlem az összes forradalmi hevület. De olyan vagy egyébként? Nem vagyok igazán olyan, de volt már egy olyan periódus az életemben, amikor rendszert váltottam, és igen, volt nekünk egy Milosevicünk annak idején, abban az országban, és minden egyértelműen arra ment, vagy az volt az irány, hogy az ember tönkreteszi azt az országot és azt a népet, és valamit kezdeni kell vele. És érezted a felelősségét? Már hogy magadban? Nem is az, hogy annak a felelősségét mindenképpen éreztem, hogy nekem ezen most sok múlik, 20 kevés vagyok. Uh-huh. Tehát én el szeretném kezdeni az életemet, és haló. Kedves fölnőttek és döntéshozók és bármik, ne nagyon baszakodjatok, mert ez nekem így nagyon nem lesz jó. És úgy veszem észre, amikor szétnézek és látok magam mögött 70-80 vagy 100 ezer embert egy-egy, szerintem, hogy vagyunk így ezzel. Nem biztos, hogy ezt én magamtól találtam ki. Tehát ez nem jó, ami most történik. Mondja ezt a 20-pár éves énem. És akkor most itt van a 40 pár éves énem, és megint azt érzem, hogy lehet nem mondani, hogy gyerek, nem jó, hát nem jó, mert nem. Szerintem eljutottam a szakma csúcsára, és így forgatok ezzel a kamerával. Király. Mert csak ezek a kamera maradtak el, úgyhogy ezzel dolgozom most jelen pillanatban. De igen. Egyébként sokkal szívesebben lennék néha a kamera másik oldalán. Ó, egyébként az nekem is nagy fájdalma, hogy... Márhogy? Hát nem tudom, úgy szerettem volna operatőr lenni. Fotózás is próbálkoztam, de aztán mindent elengedtem, mindent, mert valahogy sokkal jobbakat csinálnak minél tőlük, és elmert a kedvem tőlük. Szerintem azért messze nem vagyok ám egyedül színészként ezzel a valóságos a munka eredményének a valóságosságával. Szóval rettenetesen hiányzik, hogy soha nincs semmi. Tehát nincs egy olyan napot, hogy egy elméleti világban, hogy hazaérsz, és azt mondod, hogy na, ezt csináltam ma. Ez nem tudom, mi ez a tárgy, de hogy van értem, valami térbeli értem. Kiterjedése, valami megfogható. Tehát az, amit mi csinálunk, ez nincs. Teljesen szubjektív, soha nem tudom, mit csináltál ma? Hát bent voltam, szépen próbáltam 8 órát. Uh-huh. Jó. Akkor el lehet mondani az, hogy van egy ilyen hiányérzet benne? Folyamatos. Masszírozás, vagy ilyesmiket? De rendelek addig majd a két... Fú, figyeld, a masszírozással még a világ még két nap. Hallok én ilyen számokat, hogy 32 előadás egy hónapban, és akkor azt mondom, hogy boldog vagyok, és nagyszerű, hogy csak 16 vagy 19, mert hogy azzal még tudok bánni. Az még nem veszélyezteti a kiégést? Volt már nem olyan? Nem tudom. Minden van. Hogy nálad még, én tudom, hogy az én esetemben volt-e már, de hogy a tiédben, hogy kiégés, az mit jelent, hogy mit akart? Szerintem ilyen pici kiégések, tudod, ilyen kicsi sztrókok, szerintem naponta van. És akkor tudod, hogy baj van? Igen.
Igen. És le is állt, megyünk tovább. Na, hát... Egyébként pont mondtam, nagyon előnyös képek készülnek rólad. Láttam most egyet a neten fiatalkori kép, és ilyen két ilyen fülbevaló volt. Igen, sokáig volt két fülbevaló. Azon, régóta nincs, de hát figyeld, ez a 90-es évek eleje, amikor akkor én... Akkor ez ilyen trendi hát volt? Nem viccel. Tényleg? Hát, biztos emlékszel rá, hogy... ezeknek ilyen jelentése volt, hogyha jobb fületben van, akkor nem tudom, mit jelent, a bal fületben fonyc. És én meg azt mondtam, hogy jó, akkor nekem mind a kettőben lesz, és egy-egy is mindenki csinál vele, amit akar. Ha valamit az ember sikernek érez a maga szempontjából, vagy sikeres dolognak, akkor nyilván szeretne olyasmiket csinálni. Igen. Még. De az, hogy ez a közönségnél bejönne, nem-e, az annyira, ha azt valaki tudná, hát ez... Megvan egy ilyen tényleg átütő sikerélmény? Hogy akkor az milyen volt? Ezt le tudod írni? Ezek esetleg egy-egy estén érzi azt meg az ember, vagy ne adj Isten egy-egy előadásnak, egy adott este előadásának egy bizonyos szakaszába. Uh-huh. Utána is segít, ez, tehát ha visszanyúlsz ehhez az életérzéshez, amit egyszer éreztél, akkor az utána segít majd a jövőben is. Kellenek, nagyon kellenek ezek a referenciapontok, amikor úgy minden más kicsúszni látszik, és akkor úgy tudod mondani magadnak néha, hogy de várjál, azért, tehát egyszer már legalább az életemben tudtam egy ilyet, tehát hogy ez meg kell, hogy legyen, szóval akkor nem vagyok pályatévesztett, valahogy próbáljuk meg még egyszer megharapni, vagy még jobbat tenni. Csak mondjam, nem ennyire objektív, mint a stopper óra, de ezzel együtt ezekbe tud kapaszkodni az ember. A mai napig nagyon fontos számodra, hogy szabadon élj. És szabadon dolgozhass. Nem véletlen vagy a stúdiókában. Nem, és nem szerződtél nem. Egy nagy színházhoz. Nem akarok olyan történetbe beállni, ahol tulajdonképpen mindegy, hogy mit gondolok arról, amit csinálunk, mert van egy szerződésem, vagy egy közalkalmazotti státuszom, és meg kell, hogy csináljam, ha beledöglök is, ha nem döglök bele is. Ennek a függetlenségnek nyilván ára van, akár egzisztenciális, akár bizonytalanság, vagy életbizonytalanság, és akkor az ember így külső munkákkal, vagy forgatásokkal, vagy bármikkel megpróbál valahogy úgy lavírozni, hogy azokból vásárolja meg a függetlenségét. Nem lehetsz beteg? Hát, tehát, hogy, nem hogy... szerencsés. Valahogy mindig összedrótozzuk magunkat. Rettenetesen betegnek kell, hogy legyen egy színész, hogy lemondjon egy előadást. Van rá eset, de azok tényleg, akkor már elment a falig. Illetve pontosabb, hogy akkor már a falig se tud elmenni nyilván. Igen. De... Meg az, hogy ennyire függtök egymástól hát is. Persze, hogy. Tehát pontosan azért is, az ember behúzza a belét, és valahogy megcsinálja, mert hát a másik 10 ember is ott van benne, aki még ugyanezt az ügyet tolja, és nem beszélve az X nézőről, akinek viszont pont ez az október 20-valahanyadika a nap. Ha meg kellene neked nevezni egy darab sikert így az életedben, akkor meg tudnád nevezni? Nem is tudom, lehet, hogy meg sem mernék nevezni valamit sikernek, mert aztán mit tudom én... Tényleg kiderül, hogy valaki totál nem a... Igen, mert hogy egy hétköznapi ember szerintem így bizonyára azt mondja, hogy ő az, aki játszott, tudod, a Tom Hanks-el azzal a filmben, és ott agyon ütötte a csávot, megfojtotta a víz alatt. Nem lehet azt mondani, hogy ez nem egy sikeres dolog, de mit tudom én, egy ilyen sokkörös castingon végigmenni, és aztán végül rából intanak, hogy te legyél az, aki majd verekszik a Tom Hanks-el, de ezzel együtt... nagyon nagy hiúság lenne azt gondolnom, hogy azt a dolgot nem tudta volna még rajtam kívül még másik néhány száz színész megcsinálni. Tulajdonképpen az lenne a siker, vagy az lehet siker hosszú távon, hogyha ezek egymást
egymást szülik ezek a helyzetek talán. Aha. Például ez szerintem egy sikeres helyzet volt, hogy a Ragáinak a Nincs kegyelem című filmje után, tudom, hogy azt a filmet látta a Jancsó Miki bácsi, és azt mondta, hogy az utolsó filmjében, akkor még ugye nem tudta a szegény, hogy utolsó lesz, hogy hívjuk ezt a gyereket, ez jó. Érted? Ez például szerintem siker. Igen. Egy siker. És akkor nem tudom, és ennek köszönhetően dolgozhattam még a Jancsó Miki bácsi. Valami káprázatos élmény volt, hát csodálatos figura. Megérkezett a főnök úr. Hello, Gábor, hello! Ja. Megint egy csodás nap, csodás reggel, iszonyat karikákkal. Várjuk Gábort. Igazából az utolsó forgatási napunk óta eltelt egy hónap. Sajnos így alakult. Tényleg köszönöm. Még rövidgatjában meg papucsban forgattunk, most pedig már kabátban és csizmában. Szevasztok! Jó napokat kívánunk! Na, nézd, pipak, egy másfél év alatt leforgattunk. Azt magyaráztam a kamerának, hogy úristen, már hogy a nézőknek csak tudod, érted? Na, szóval hogy azt magyaráztam, hogy egy-egy riporttal ennek a forgatása az konkrétan így több napot vesz igénybe. De milyen lesz az eredmény? Egyszer a Friderikusz megtalált azzal, hogy tényleg mindig csak különböző ruhákban vagyok, és hogy divatozom, és egyik ruha a másik után, és így ezen gondolkodtam, hogy a francba tényleg mindig ugyanabban a nyomorék ruhába kellene, mikor 5 napot forgatunk, van amikor egy hónap alatt, igen, 6 hónap alatt, a francba is, na. Hát, na, megnyírtak. Ezt így, tudod, a színész nem diszponál a haja felett, hát nem. Tényleg? Hát persze, hogy nem. Forgatás, azt mondják, hogy... De azt mondták, hogy akkor nyírni kell. Igen, de most már legalább tudom, hogy mit jelent az amerikaiak szerint a nothing radical. Mit jelent? Ő szerintük ez egy nem radikális, szerintem igen, de semmi probléma. Nem, a magamtól biztos nem csináltam volna ezt ide. De menő! Hát figyeld, egyre futballistásabb, mint amit... Azt akartam mondani, ilyen... Ahogy én látom a fejemet, de végül is... De én... nagyon vagány, nagyon trendy, ilyen nagyon 21. századi. Na most három olyan szót mondtam, én nem ugrok rá annyira, de nem baj. Na itt, hogyha valahol, a sezgő nyitva, ez jó hír, ott van szemben. Itt parkolod? Itt fogsz parkolni, nézd meg a... Az a nyár. Itt van. Léci, Suzukicska, ne takaríts le az út. Nem mondod, hogy annyi hely van hátul. Ez azért csalós egy. Igen, csalós. Szerintem ebből... Miből vigyünk még? Figyelj, ebből vigyünk. Ebből mindenki. Figyelj, ajvár biztos, hogy ha van. Igen. Egy ilyen balkáni grillnél a salánta, az kimerül a hagymába. Tehát, hogy hús, hagyma, lepény, csokkolom, ennyi. Ha levágják az ember haját, akkor így milyen szabályok vannak? Vagy van valami olyasmi, amit te így te kikötsz, hogy akkor ez kópaszra nem, csak eddig igen, te hajlandó vagy 20 kilót felhízni, vagy 20 kilót lefogyni a szerep kedvéért, vagy ez pénz kérdése? Hát, ha nem is feltétlenül pénz, de mindenképpen a szerződésekben szokott lenni egy ilyen kitétel, hogy a színész engedi a külsejének a megváltoztatását az észszerűség határain belül. Na, értsd jól! Értsd jól! Ez előbb-utóbb csak megállapodik az ember valami. Sokféleképpen meg lehet győzni valakit például pénzzel. Mondjuk hangosabb pénzzel. Pénzzel. És te mikor úsztál ki a komfortzónádból, és az mekkora sikert hozott? Talán a Nincs kegyelem az úgy közel volt ahhoz, ahogy az tényleg egy ilyen jó tapasztalat, és azért egy kicsit... És az meghozta a sikert? Annyiba mindenképpen meghozta, hogy mondjam azt, hogy szerintem észrevettek a filmesek, hogy aha, vagyok. A Pergünt színházilag az tényleg egy olyan volt, ami annyira kívül van szerintem a színész élhetőség határaim, vagy nem az tudom, biztos. Hogy ott tényleg volt olyan érzésem, hogy gyerekek, egyszerűen nem, egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ez most mondjam azt, hogy megéri. Voltak ilyen pillanataim, igen, a próba folyamatban. És még most is olyan, hogy
a gondolatára is beleborzongok, hogy játszani kell, de közben benne lenni viszont nagyon jó. Mert én nem vagyok színész, tehát nem értek én hozzá, de azért aki a színész szakmában, aki ezt játsza, akkor ott az valahol már ott vannak. Az A-kategóriában, érted? Nem a G-be. Hát a G-be nem is, de A-kategóriás színésznek nem tartom magam az országban. Szerintem mi? Ott, nem, tényleg nem. Tényleg nem. Tudod ki az A-kategóriás színész? Ahhoz úgynevezett országos ismertség és elismertség kell. Nem biztos, hogy vannak 10-en szerintem. Várjál most. Tényleg az ismertségem múlik, hogy valaki a kategóriás színésze? Hát az a képességeim múlik, hogy mit rak le. Ez nem lehet ismérv, hogy valaki azért a kategóriás sztár, mert hogy ismerik az országban. Ne attól legyen már könyörgöm. De egyéb iránt pedig, ha megnézzük a média szakmát, akkor ugyanez a sztori. Tehát, hogy aki ott van a Bulvár Újságok címlapján, akkor az az a kategóriás műsorvezető. Azt mert, hogy... tartjuk annak, vagy legalábbis a közvélemény, a szélesebb közvélemény azt tartja annak. Ha már valamely bűnbe bele kell esni, akkor inkább álszerénységbe esnék, mint hiúságba, de közben nagyon ugyanarról a gyökérről táplálkozik mindkettő, szóval azért nem mindig egyszerű az embernek helyén kezelni magát. Itt megyünk majd le, ne aggódjon senki. Jó felé megyek, ugye Attila? Igen. Ha engem kérdezel, akkor most már majd arra mennénk az Adria felé, de mivel nem kérdezel, ezért maradjunk itt valahol a környéken. Neked minden út arra vezet? Ó, minden. Mi volt az az életedben, amiért itt nagyon-nagyon küzdöttél, nagyon harcoltál, és így nem tudtad elérni? Volt ilyen? Valahogy egész biztos voltam benne, hogy így 44 éves koromra lesz egy házam, lakásom, családom, egy alapvetően biztosnak tűnő egzisztenciám, de erre azért nagyon, hogy mondjam, ebben így nagyon biztos voltam. Nem, nagyon nem állt össze, valami nagyon más irányt vett az életem, és valahogy vagy másra figyeltem, vagy másképp döntöttem nyilván, és ebből nem ez lett. Uh-huh. A félreértés nehézség nem, egyáltalán nem, tehát nincs bajom azzal, ami most van, csak nem gondoltam volna, hogy ez lesz. Na, teljesen hogy, más hogy volt az teljesen ilyen. Más, teljesen ha, más gondoltam. Ezt kudarcként éled meg? Részben igen. Lehet, hogy lemaradtam dolgokról adott pillanatban azzal, hogy hezitáltam, meg én nagyon körbejárom, hogy egyrészt, másrészt, és azért ez egy elég időigényes dolog, és lehet, hogy ettől lemaradtam. Igen, igen. Csí? Lehet, hogy egy része el is ment. Sőt, biztos, hogy elment egy része, viszont valami más van helyette. Tehát nem tudom, hogy tehát ez egy kicsit ilyen, hogy mondjam, ilyen elméleti játék, mert nem tudom, hogy mi van, hogyha... Nem tudom, hogy mi van, hogyha nem indulok el Magyarországra 15 évvel ezelőtt, hanem Újvidéken maradok. Szóval, hogy a biztonság miatt én tökre megértem, amit mondasz. Hogy az ember, és bizonyára te se vagy ez a típusú srác, aki így fogná magát és így hátradől. De jó lenne egyszer úgy lefeküdni, nem? Hogy az ember tényleg a saját lakásában fekszik, és nem arrébe, ugye? Igen, ugye? Igen. Az ő nagyon kéne, tudod... Ez a fészek, ez szerintem minden ember alapvető igénye. Igen, szeretnék néha már vásárolni, vagy találni egy tárgyat, amit úgy veszek meg, hogy biztos, hogy oda veszem, ahova való. Tényleg bizonyos dolgokkal megbékéltem, vagy elfogadtam, vagy hát jó, hát most úgy ez van. A Gábor Miklós díjhoz kapcsolódóan szerettem volna megkérdezni, hogy ez váratlanul ért téged? Igen, nem fordult meg a fejemben, de mondom, kétségkívül nagyon, nagyon jól esett, és tulajdonképpen büszke vagyok erre a dologra. A sikernek lehet ez egyfajta mércéje? Mert nagyon sokan szerintem a sikert azt ilyen díjakba mérik. Díjakba biztos, hogy nem lehet mérni. A siker az bent van. Uh-huh. Csak te tudod, hogy ez az vagy nem az. És nem azt mondom, hogy nem kell hozzá visszajelzés, mert kell, de egy jó megoldás, vagy egy jó szerep, vagy egy jó előadáson látod, hogy látod a tévutakat, hogy mennyi
mennyi munka van abba, hogy ez most se jó, most se jó, és most jó, és majd most lesz jó. Tehát a tévedéseket, a tévutakat is tartalmazza a majdani siker, vagy valamire azt mondod, hogy ez egy rohadt jó dolog. Hú, az az enyém lesz az a cucc? Ez a tiéd lesz ez a cucc. Vicces. Én szelfizek, és te pedig sütsz, úgyhogy ez így van jól. Szerinted kellenek ma a példák, a minták? Szükség van? Igényli a társadalom ezeket? Szerintem még akár túlzásba is van víve, úgy érzem. Ha már most abból indulunk ki, hogy megszületett ez a nehezen megfogható influencer című dolog. Mert annyira illékony, annyira nem tudod, hogy mit követsz, ettől fázok. Tehát nincs benne munka? Nem látom tartalma. Munkát. Nem látom benne munkát, és nem látom a valós tartalmat. De olyan embereket, olyan eszméket, ahol munka van és megszenvedett eredmények, azokat példaként követni nyilván. De épp az, hogy nem követni, nem vakon követni. Csak figyelni és akár használni. Azt értem. És azt mondani, hogy igen, ott látok olyan gondolatot, olyan munkát, olyan áldozatot, amihez hasonlítani szeretném a saját létezésemet. Találd meg azt, hogy mi a dolgod, az a legnehezebb, aztán próbáld a lehető legjobban csinálni, aztán az egészben van 80 év, és csókolom, vége az egésznek. Péter Fiuditot a Futuril öltöztette. Partnerünk az Artmedic esztétikai és plasztikai klinika.